Hello mindenkinek, hello világ, hello Oroszország, Franciaország, Horvátország, Magyarország, Olaszország, nem is tudom, mindenkinek, Szlovéniának. Itt vagyunk az Access Global Bars napon, és most igazából gyakorlatban kapunk, most éppen aktualizáljuk a befogadást, és annyira hálás vagyok mindannyiótoknak, mindenkinek, azoknak is, akik nem értik ezt a szöveget. Ma le fogják fordítani a tolmácsok ezt az egész felvételt. Szia, Zsán! Tehát kezdjük el befogadni 2019-ben. Annyira kértem ezt, hogy csináljuk, és ti is mondtátok nekem, hogy csináljuk. Úgyhogy ez egy életmegváltoztató workshop lesz. Mi az, amit befogadhatunk, amit még soha nem láttunk előtte? És fogadd be az energiáját, hogy te mit tudsz arról, hogy befogadás. Tulajdonképpen mi az a befogadás, akit te valójában vagy? Mi az az energia neked? Úgyhogy becsukhatod a szemedet, úgyhogy most nagyon kell vigyáznom, mert tényleg 10 perc energiahúzást kell csinálnom, mert akkor különben a tolmácsok egész nap csak fordíthatnának. Szóval csak kezdjük el elfogadni azt az energiát, vagy mi az energia, amit megtestesíthetsz, ami által megindítottad a befogadásodat, és milyen jövőt teremtettél már mostanáig, hogy többet tudjál befogadni, amit még eddig nem ismertél el. Tehát, hogy amit nem voltál hajlandó elismerni, hogy már vagy, azt hajlandó vagy eltörölni, helyes, helytelen, jó, rossz, potpok, mind a 9 rövidek fiúk és túlontúl. És csak érzékeld az energiát, és ismerd el a tested energiáját. Engedd meg a testednek, hogy teljes mértékben kezdjen el relaxálni abban a térben, ahol befogadhatsz. Hívd meg a testedet erre az utazásra, hogy mi az, ami valójában számodra a befogadás. Meg is érintheted a testedet most? Vagy megérinthetsz valaki másnak a megérintheted valaki másnak a testét is, hogyha mondjuk egy globális bársznapon vagy, és csak kérd a testedet, hogy többet fogadjon be. Hogy többet fogadjon be. Most megtapasztalhatjuk, hogy mi a befogadás mindannyiunknak. Definíciókon túl azon, hogy amiről eddig elképzeltük, vagy elfogadtuk, hogy mi az a befogadás. Hogyan lehetünk mi energetikailag egy befogadás? Mi a kérésed 2019-re, vagy az életedre most? Mi a kérésed? Miből szeretnél többet? Miből kívánsz többet? És érzékeld az energiát a végtelen lényedből. A végtelen lényedből bele a testedbe képzeld el, tehát minden irányból. A végtelen lényed térűréből a testedbe. Tudom, hogy elég kicsi lehet, mert ugye a tested kicsi a végtelen lényedhez képest, de próbáld érzékelni azt az intenzitást, ami most vagy. Legyél jelen, kizárólag most a testeden belül. És küldd el az összes entitást, csak arra 10 percre, aztán utána visszajöhetnek. Kérd meg őket, akik most a testedben vannak, hogy menjenek el, és legyél teljesen jelen és egyedül a testedben.
és élvezd azt a csodálatos energiát, azt az unikális energiát, aki vagy, ami senki másnak nem áll rendelkezésére, csak neked. Kezd el azt az ajándékot megnyitni, aki te valójában vagy. Ismerd el, hogy minden, amit csinálsz, azt másképp csinálsz, mint mások, és más energiával, mint mások, és hajlandó lennél ezt elismerni. Tehát mi az az ajándék, aminek ellenállsz, hogy legyél? Ismerd el a te egyedülálló energiádat. És érzékeld, és élvezd. És ismerd el a testedet. És engedd meg a testednek, hogy elkezdjél kitágulni energetikailag. Kezdj el több könnyedséget befogadni. Most tágulj ki a bőrödön át, a térőrbe, annak a szobának terébe, ahol most vagy. Tágulj ki, és engedd meg a testednek is, hogy energetikailag táguljon ki. És tágulj még. Tágulj ki az egész ország méretére, ahol most vagy. És érintkezzél minden testtel, aki a te országodban most sétál, és küldjél nekik ebből az energiából. Milyen földet, milyen világot teremthetnénk, hogyha mindenki elkezdene hozzájárulás lenni a világnak, neked is, és az egész világnak. Hol vagy még mindig, hol gondolod még mindig azt, hogy valakitől el kell venned valamit, ahelyett, hogy hozzájárulás legyél, és ebből a térből még többet befogadhassál? Hányszor mész egy workshopra úgy, hogy azt gondolod, hogy például a facilitátortól kapnod kell valamit, ahelyett, hogy azt kérdeznéd, hogy milyen hozzájárulás lehetek én ennek a kurzusnak? És mi az, amit általam a többi résztvevő is befogadhatsz? Mit tudsz adni annak a térnek, hogy mindannyian többet kapjunk az egészből? Mi van, hogyha a hozzájárulás egy teljesen más dolog, mint amit eddig gondoltunk róla? Mi van, hogyha csak elkezdenél az a hozzájárulás lenni, aki te valójában vagy, az az unikorn is, aki valójában vagy? Mennyit szórakozhatunk? És akkor most gyere Szlovéniába is, tehát tágulj ki Szlovéniába is, hogyha nem vagy itt, és gyere csatlakozzál hozzánk energetikailag, és csatlakozzál minden emberrel, aki most becsatlakozik ebbe a teremtésbe, és mindenki mással is csatlakozzál, és mit tudunk mi változtatni, és mit tudunk mi aktualizálni, milyen jövőt tudunk aktualizálni együtt a legegyszerűbb módon, ami lehetséges. Most csak kezdjük el befogadni ebben a formában az energiát. És akkor most tágulj ki az egész világ méretére, a földbolygó méretére, és energetikailag öleld meg, és érintsd meg az összes élőlényt, azokat is, akinek van teste, azokat is, akinek nincs teste, mert mi itt mindannyian együtt vagyunk, és töröljünk el minden olyan szeparációt, ami egymás között van, ami köztünk van. Minden falat, ami közted és közted van, ami közted és a tested között van. Minden szeparációt törölje le, ami közted és a családod között van. Töröljük el azt a szeparációt, ami a barátaid és közted van, ami a partnereid és közted van. Minden falat,
amit saját magad és olyan emberek között teremtettél, akiket még nem is ismersz. Tehát minden létező szeparációt, elkülönülést töröljél el most. Nem házi feladat, vagy holnap, hanem most, az első nap töröljük el. Minden, ami ez, helyes, helytelen, jó, rossz, potpok, mind a kilenc, rövidek, fiúk és túlontúl, Linda, ő is csatlakozott hozzánk. Szóval mi más lehetséges, hogyha elkezdünk abból a térből működni, akik valójában vagyunk, és kezdjük el gyakorolni ezt a nem komfortzónát, tehát hagyjuk el, mennyi az idő. Menjünk az univerzumba, menjünk tovább, mindegy, hogy miről beszélek, csak hogy itt vagyunk együtt, elkezdünk többet befogadni, és ez, amit együtt itt kreálunk, az, amivel elkezdünk még többet befogadni. Nagyon-nagyon szeretlek titeket. Imádom ezeket a mágikus, csodás bársz embereket. Szóval tágulj még többet, még tovább, még tovább, még tovább táguljál, még tovább. És most húzd az energiát először azokról a helyekről, ahol azt gondolod, hogy valami hiányzik, ahol hiányod van. Miről gondolod azt, hogy hiányod van belőle? Esetleg a pénzből van hiányod, vagy a szexből, vagy a tápláló energiákból, vagy a kapcsolatokból? Mi az, amit hiányolsz? Mi az, ami hiányzik? Na nézzük, hogy húzzuk fel ezeket az energiákat, hogy jöjjenek fel ezek az energiák. Nézzél rám, hívjad meg, hogy jöjjenek ide, és mondja sziát neked, és húzzad az energiát minden olyan helyről, ahol elhatároztad, hogy neked hiányod van. Húzzad könnyedséggel, orgazmikus energiával, örömmel, szórakozva. Húzzad az energiát onnan, azokról a helyekről, ahol eldöntötted, hogy hiányod van. És told le az összes faladat, amik most fel vannak, mert érzékelem, hogy felhúztad a falaidat, tehát engedd le a falaidat, és csak fogadjad be, és onnan húzd az energiát, ahol hiányod van. Mert tudod, mi van? Tehát, hogy bárhonnan tudsz befogadni. Az az igazság, hogy nincs hiány az univerzumodban. Ez csak te teremted, és te választod. És hogyha ez nem vicces számodra, azáltal, hogy elkezded onnan húzni az energiát, ezzel megváltoztathatod. Tehát teljes bőség van a világban, és bármit választhatsz, amit csak kívánsz. Sőt, még többet is abból. Holnap oda megyünk, ahol még soha nem jártunk, hogy elkezdjük többet befogadni. Még szavaink sincsenek arra a befogadásra, akik lehetünk. Ennek az egész sorozatnak az a lényege, hogy eljussunk oda, hogy elkezdjünk olyat kérni, amit még soha nem kértünk, ami még eszünkbe sem jutott, hogy elkezdjünk. Tehát mi az, amit befogadhatunk, ami túl van azon, amire szavaink vannak. Tehát elhiszed, el tudod képzelni, hogyha azt akarjuk befogadni, ami már létezik, akkor az nagyon unalmas számunkra. Tehát mi van, hogyha még ennél sokkal nagyszerűbb életet tudunk létrehozni az életed minden területén, és annyira hálás vagyok, és annyira boldog vagyok, hogy együtt megteremthetjük ezt, és hogy együtt játszunk, és futtasd a bárjaidat, bárhol is vagy a világon, és holnap találkozunk 11 órakor. Legyen egy csodálatos napod, és hello Szlovéniából! Gyönyörű bársz napot neked! Szia!